dr. Tálos Marianna, a Mozdulj Közhasznú Egyesület elnöke áll itt mellettem. Szia Marianna! Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Annyira szeretném neked megmutatni a szerkesztőink humorát, ugyanis témaként balatoni körbetekerés van nekem ideírva, és azon gondolkoztam, hogy mivel tekerjük körbe a Balatont? Hát, lehet ezen gondolkodni, de mi tandemmel fogjuk, és látássérült barátainkat visszük, és egy nagyon érdekes túrát teszünk, ugyanis az idei már a negyedik alkalommal szervezi az Egyesületünk, a Mozdulj Közhasznú Egyesület látássérült barátainak ezt a tandem túrát, és most egy 8-ast fogunk menni a Balcsin, az útvonal Siófok, Almádi, aztán átmegyünk Komppal, Szemes, Keszthely, Balatongyörök, Tihany, és aztán fölkerekezünk természetesen Tihanyba, és aztán még egyszer átmegyünk a Komppal, és úgy megyünk vissza Siófok, tehát sok barátunk azt mondták, hogy igen, ez a bringázás a végtelenben, tehát a tekerés az a tandemezésről fog szólni, és azt a kis szlogént adtuk az idei túránknak, hogy körbe tekerjük a Balatont az integrációért, a sport és a művészet jegyében, avagy tanuljuk meg szívünkkel is látni a világot. Mind a kettő nagyon jól hangzik. Azért itt a kilométer számra kíváncsi lennék, ez egy nagyon-nagyon hosszú túra. Igen. Az idei egy kicsit szerencsés, mert ugyanezt a túra távolságot tavaly 3 nap alatt tettük meg. Az idén augusztus 19-én, illetve 20-án reggel indul a bringázás, és egészen 24-éig tekerünk, ami azt jelenti, hogy ebbe a 4-5 napba sokkal több kulturális program, művészeti bemutatkozó, borgasztronómia és a Balaton szépség a megismerése szerepel, valamint ha jó az idő, és tényleg velünk lesz a jó Isten, hogy ad nekünk egy kis jó időt, akkor a Balaton strandolási lehetőségeit is szeretnénk kihasználni. Egyébként, bocsánat, hogy közben szabadba vágok, nem annyira, tehát ez a 220 kilométer, mert az idén 220 kilométert fogunk tekerni. Lehet, hogy első hallásra nagyon soknak tűnik, de azért megosztjuk ezeket a szakaszokat, és körülbelül egy ilyen napi 40-50 kilométernél többet csak egyszer fogunk bringázni. Az sem kevés. Viszont hogy oldjátok ezt meg? Tehát tandemmel történik majd a látássérülteknek ugye a Igen. utaztatása, Igen. hogy így mondjam. Igen, a dolog pikantériája még az is, hogy a társaság mindig kicserélődik, és ez nem egy összeszokott csapat. Természetesen a szervezők páran, akik már ott vagyunk 4. alkalommal, mi ismerjük egymást, de a segítők is és a látássérültek is évről évre kicserélődnek. Vannak, azért nem mondanám azt, hogy nincsenek összeszokott párok, mert az idén is jön például testvér és húg, ahol az egyik testvér látássérült, és jön a húggal, aki segítő lesz, vagy férj-feleség, ahol az egyikőjük szintén látássérült, de sok olyan pár fog kialakulni, akik holnap fogják megismerni egymást, és ennek ez mindig telik van izgalomakkal ez a találkozás. Egyrészt, hogy először találkoznak. Most képzeljük el, hogy ez az empátia, meg ez a kölcsönösség hogyan alakul ki pár perc alatt, és ez tényleg valahogy ez a közeg ezt adja, hogy a bizalom kialakul, hiszen a segítőre van bízva a látássérült 5 napon keresztül. Nagyon fontos a koncentráció és a figyelem, hiszen mindenről kell a látássérültet tájékoztatni, arról, hogyha esetleg egy olyan akadály jön közbe, fékezni kell, fordulni, megállni, erről persze, mind ugye hátra, látja, és ráadásul hátrafelé kell beszélni, és ugyanúgy természetesen a látássérült is segít, hiszen mindent mond, hogy ő mit szeretne, hogy hogyan álljanak meg, tehát ez egy oda-vissza tanulási történet az 5 napon keresztül. Ez nem veszélyes? Mennyi baleset van ilyenkor? Nem szeretnék baleseteket még csak bevonzani sem. Eddig nagyon jól megúsztuk. Én remélem, hogy az idén is meg fogjuk úszni. Bár azért elmondanám, hogy aki ismeri a balatoni bringa utakat, nem mindenhol a legbiztonságosabb. Remélem azért tavaly óta is már fejlődött, és egy picit szélesebbek lettek az utak. Jobban lelettek vágva azok az ágak, amik belógtak azokba a jelzőtáv, közlekedési jelzőtáblákra, amit nagyon nehéz volt észrevenni, úgyhogy mi optimistán vágunk neki, de azért nem egyszerű, főleg tandemmel végigtekerni a Balatont. Hogyan válogatjátok ki a segítőket? Mindenkinek mennie kell egy kört egy szlalompályán, vagy ez mi történik? Vannak olyan bringások, akik már nyilván tandemeztek, és ebben tapasztalatuk van, de amikor megérkezünk, azért tényleg van egy ilyen kis rész, ahol kell egy kis gyakorlás, mert azért meg kell nézni, hogy milyen biztonságot tud adni az a segítő a látássérültnek, mert egyetlen egy dolog nagyon fontos, hogy biztonságosan és baleset nélkül tekerjük végig ezt a pár napot, hiszen
anélkül nincs is értelme az egész dolognak, tehát fő a biztonság. Ezen kívül pedig természetesen arra is figyelünk, hogyha a hátulülő látás sérült súlyban, vagy akár kerékpározásban egy kicsit, tehát nem annyira gyakorlott, akkor nyilván egy profi biciklizőt, egy nagyobb testalkatú férfi segítőt teszünk mellé, és természetesen, aki pedig már jobban tud tekerni, van olyan látássérült srác, aki szinte ő segít a segítőnek, mert ő annyira profin biciklizik, hogy szinte ő viszi a, ez nagyon, nagyon aranyos, egy nyíregyházi barátunk Csonka Feri, aki szinte ő viszi a segítőjét. Ő az erő és igen, a segítő. Igen, ő az, aztán. így van. Úgyhogy ezek ilyen nagyon-nagyon megható dolgok. Az is nagyon helyes volt, amikor tavaly bekeveredtünk majdnem egy viharba, és még ahogy felnéztünk az égre, mindenhol sütött a nap, sőt, strandoltunk, és elindultunk, hogy a szállást akkor most már megközelítjük, és az egyik látássérült megszólalt, de még sehol se hőjárjelző, se szél semmi, hogy gyerekek, siessünk, meg érzem az eső szagát, és akkor így mindenki csak így, persze, és 15 perc múlva olyan vihar volt, hogy alig tudtunk beérni a szállásra, vagy az, amikor ő mondja hátul, hogy milyen szőlő mellett megyünk el, szőlőültetvény, mert ugye ilyenkor már azért nagyon sok helyen érezni a szőlő illatát, mert érzi a szőlő illatát, és lehet, hogy a segítő erre nem figyel. Sőt, vannak olyan profi segítőink, akik mindent mondanak, tehát olyan szinten, hogy nem csak hogy mire kell figyelni, hanem az, hogy most milyen táj mellett megyünk el, mesél, vagy mit lát madarat, vagy a tájegységnek a szépségeit mondja el, tehát ezek ilyen nagyon jó kis történetek a túránk során. Lehet hozzátok csatlakozni? Szimpla biciklivel is? Lehet. Most is vannak olyan barátaink, akik nem vállalják be a tandemet, de a társaság kedvéért ott lesznek, és jönnek velünk szóló biciklivel. Sőt, úgy csináltuk meg a programot, hogy vannak kapcsolódási pontok, és vannak olyanok, akik egy napra, vagy egy-két órára együtt ebédelnek velünk, vagy egy kicsit beszélgetnek, megismerik a társaságot, majd akkor azt utána mindenki megy a maga útjára. Tehát direkt azért csináltuk meg ezt a programot így, hogy minél többen belekóstolhassanak ebbe az egész tandem túra hangulatába. Sőt, azon agyaltunk 4 éve, hogy tudnánk egy picit egy ilyen országos kampányt is elindítani az integrációért. Próbáltunk mindenféle felhívást közzétenni, hogy baráti társaságok hasonlókat az ország különböző területein szervezzenek. Hát nem sikerült annyira belevonni a különböző helyszíneken élőket, viszont most kitaláltuk, hogy egy fotópályázattal beintegrálódhatnak ebbe a programba. A felhívásunk az, hogy augusztus 19 és 24-e között, amíg mi bringázunk, addig ők pedig jöjjenek össze, csináljanak egy baráti összejövetelt, és csináljanak erről egy fotót, ahol az integráció lángját akár szimbolikusan is meggyújtják, azt a fotót beküldik hozzánk, és akkor a fotópályázat díjnyerteseit elvisszük majd ősszel itt Budapesten, akár ide Hősök terére is egy tandemezésre. Ez igazán jól hangzik, rengeteg fotós ismerősöm van, úgyhogy akkor tovább küldöm nekik én is ezt a felhívást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.